Sziasztok! A mai epizódban egy olyan készüléket mutatok be nektek, amit rengetegen kérdeztetek tőlem, hogy Hándrás, mi a véleményed a Huawei P20 Pro-ról. Úgyhogy itt van nálam most egy Huawei P20 Pro, és erről fogunk ma beszélgetni. Akik nem ismernek, azonnak mondom, hogy az iPhone 1 óta iPhone-t használnak, iPhone 1, 3, 3, nem mondom végig, iPhone 10 van most. Rengeteget videózok, fotózok, szóval az én szememen egy iPhone-os szemén keresztül láthatjátok ezt a készüléket, és nem az Androidos szoftverre voltam, vagy vagyok kíváncsi elsősorban, és nem a CPU sebességre, a memóriára, meg ilyesmire, hanem arra, hogy a kamera része mit tud, ugyanis rengeteget fotózok, videózok, ezekkel csinálom az autós műsorokat. Jó, mondjuk most már nem iPhone-nal, de még mindig az Instára iPhone-nal csinálom fotókat, úgyhogy szerintem a manapság az okostelefonok legfontosabb része a kamera, hiszen mindenki orva szájba posztolja magáról a képeket, szelfiket, kajafotókat, kiskutya, kismacska, kisgyerek fotók, mindent. Azért először pár dolgot a készülékről. Bevallom őszintén, ez a cserebogár-szerű dizájn nekem nagyon-nagyon bejön, mert nagyon flashy, nagyon vibráló, nagyon érdekes. Van egyébként belőle sima, egyszerű hátlapos, ez az alkonyat dizájnnak hívott készülék. Nekem nagyon-nagyon bejön, hogyha vennék, én tudom, hogy ezzel a szín összeállítása venném, ilyen zöldből lilába hajló, rohadt jól tükröződő, persze a tokot teszünk rá, akkor nem, de egyébként tényleg tök jól néz ki. Nagyon jó a fogása, de azt azért említsük meg, hogy nagyon hasonlít az iPhone-ra, de hát ugye manapság minden készülék hasonlít valamelyik készülékre, úgyhogy ezt én most már így nem is foglalkozom, ezzel elengedtem ezt a kérdést. Viszont ami nagyon tetszik, hogy USB-C van rajta, a jack duo-t erről is lehagyták, ami nekem abszolút nem hiányzik, mert Bluetooth-os fülest használok, és baromi masszív a fogása, pont ugyanolyan, mint az iPhone-é, nem tudok belekötni, tényleg jó. Természetesen vízálló a ház, de ami sokkal fontosabb szerintem, hogy ez egy 6,1 hüvelykes Super AMOLED kijelző, és ugyanúgy benne van a félsziget, hát pár hónapig volt az iPhone sajátja, most már elég sok készülék használja, viszont itt sokkal kisebb, sokkal több helyünk van mellette, és ami még érdekesebb, hogy itt alul is van egy sáv, ahol benne van az új lenyomatolvasó, tehát ez nem egy teljes kijelzős készülék, mint az iPhone, meg a legtöbb új készülék, hanem itt azt mondták, hogy nem tesszük hátra az új lenyomatolvasót, hanem itt hagyjuk szépen elő, és szerintem ez egy jó döntés volt. Annak ellenére egy picikét aránytalanabbá teszi a készüléket, kivéve, hogyha itt fölül eltüntetjük a notchot, és beteszünk egy fekete sávot, mert hogy ez bekapcsolható, hogyha valakit zavarna, és teljesen jó megoldás. Még pár szó a belsőről, 6 GB memória, szuperizmos processzor, és ami a fontosabb szerintem, hogy 4000 mAh aksi van, és hát amíg használtam ezt a készüléket, simán kibírt két napot. Ja, és 128 GB tárhely van benne, ami szerintem a legoptimálisabb, ez egyféle van, és akkor nincs az, hogy 64, 128, 250, még választanunk kell, nem kell választunk, egyféle van, 128 GB, és az elég is. Android 8.1 van rajta, és én őszintén bevallom, az Android továbbra is a barátom, szerintem az iPhone-nak a iOS rendszer sokkal letisztultabb, de ízlések és pofonak, nem is az Android-dal akarok foglalkozni, erről már lehet csinálni egy külön videót, hanem erről a három lencséről, meg esetleg ezt a negyediket is mutathatnám, de ez a három itt nagyon érdekes. Ugyanis van benne egy 40 megapixeles f1.8-as színes érzékelő, ami talán a legnagyobb most a mobil piacon, van benne egy 20 megapixeles f1.6-os fekete-fehér monokróm érzékelő, és van benne egy 8 megapixeles, 3x zoomra képes f2.4-es tele lencse. Ráadásként elő 24 megapixeles selfie kamera van, hihetetlen 24 megapixel, de tényleg legjobban engemek azok a Leica lencsék, meg 40 megapixel plusz 20 megapixel plusz 8 megapixel, ez érdekelt a legjobb, hogy mit tud, illetve a mesterséges intelligencia, amit a bemutatón olyan sokszor mondtak el, hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy mindenben mesterséges intelligencia van. Ez mesterséges intelligencia felismeri a kéket, kiskutyát, macskát, embert, portrémódot, éjszakai módot, tehát egy csomó minden, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni, hogy mennyire jó, mennyire lehet jó fotókat készíteni ezzel a készülékkel, mert elvileg ez most a legjobb kamera. A DxOMark pontszám 109 pont, ami torony magasan vezeti most a mezőnyt. Nézzük meg! A Bazilikával kezdtem fotózást, ami egyébként az egyik kedvenc épületem Budapest, a másik a Parlament, és nem tudom mennyire látszott a videón, de amikor ráemeltem a Bazilikára, akkor kiírta, hogy kékék, és nem azt mondta, hogy épület, viszont maga az elkészült kép, leszámítva attól, hogy picikét túl van élesítve, brutálisan jó lett, tényleg. Tehát ezt most, aki nem szereti szerkezgetni, az átlagember ilyen, aki nem szereti szerkezgetni a képeit, az most így rakhatná fel az Instagramra, tökéletes. Ezt figyeljétek, növényzet. Tadám, simán felismeri. Épp hogy sikerült elérni a naplementét, és ahogy felemeltem az égre a készüléket, a mesterséges intelligencia, az MI Mester,
az AI felismert, hogy naplemente van, és azt mondta, hogy tartsam a kamerát továbbra is azon, amit fotózott, tehát magán a naplementén, és sok képet csinált, egy ilyen 2 másodpercet tartatja ki a készüléket, nem kell hozzá állvány, csak a kezünk, és sok képből összerak egy nagyon jó HDR-t szerintem, mert hogy hát nem tudom, picit túlszaturált, picit túlélesített ez is, de még egyszer mondom, hogy ha nem profi fotós valaki, hanem átlag ember, átlag fotós, átlag elvárásokkal, akkor ezt elküld az ismerőseinek, azt mondja, hogy úristen, milyen jó képet csináltál, és ez a telefon ebben nagyon jó, illetve hát, ahogy nézem, most sötétedik, és az éjszakai felvételekben nagyon-nagyon alázni fog. Roland, csinálj rólam, légy szíves, egy portrémódos képet. Ez egész jó. Portrémódot is tud a Huawei P20 Pro, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól megcsinált, egy teljesen jó. A fejem az nem, de hát arról nem tehet, ugye? De jó, nem rossz. Mennyire utálok selfie-zni, ezt a 24 megapixeles selfie kamerát ki akarom próbálni. Hát az van, hogy rátesz egy ilyen beauty effektet, ami kikapcsolhatatlan, tehát nem lehet kikapcsolni, és egy picit így próbálsz szépíteni az arcon, kevés sikerrel. Csináljunk egy selfie. Jaj, de utálok ilyet csinálni, de... Hát azért az előlapi kamera itt sem csinál csodákat, főleg ez a beauty effekttel. Kiég a háttér is, mert nyilván pont nem jó helyről jön a fény, meg már eléggé sötétedik. Ettől annyira nem vagyok eldurranva, de az biztos, hogy jó nagy felbontás. Meg csajok szeretek a beauty effektet. Az menő. Hát az van, kérem szépen, hogy világosban könnyű jó fotókat csinálni, és nem is mondom azt, hogy ez ilyen hű, de kiemelkedően jó fotókat készített világosban, kb. Ugyanazt tudja, mint mondjuk egy Galaxy S, vagy egy iPhone 10, tehát ezek kb. Ugyanazt tudják, ha van fény, akkor értékelhető képet csinálnak, picit túl van élesítve, picit túl van szaturálva, ez ízlés kérdése, átlagembernek tetszik, nekem nem tetszik, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy elkezdett besötétedni, és lőttem egy-két fotót, itt a Bazilika felé sétálom, és hogy olyan képeket csinál, hogy így, úristen, így nem hiszem el. A zoom kamerával, a 8 megapixeles zoom kamerával is brutál képeket csinál, aminek egyébként a fényereje az nem egy ilyen durva, a nagylátóval is brutál képeket csinál, és így az van, hogy azt mondja, hogy tartsam ki, és összerakja a HDR-t, úgyhogy közben jönnek-mennek az emberek, és úristen, tehát a sötétben lehet egy telefonnal fotót csinálni. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal a P20 Pro fotózási képességet, amit sötétben művel. Nem tökéletes, közel sem, tehát nagyon sokszor elrontja a képet, túltolja, tehát ezt tudom mondani, hogy túltolja a HDR-t, tehát túlvilágosítja, például a bazilikás kép, egyszer nem sikerült belőni, távolról nagyon-nagyon szép volt, hogyha közelebb mentem, és ott volt az egész épület, és így volt még sok fény is, egyszerűen túltolta, bármilyen üzemmódba tettem, így tolta, és mindig túlvilágosította. Nyilván ezt utómunkával kicsit vissza lehet húzni, viszont nagyon-nagyon sokszor volt olyan lehetetlen helyzet, például az étteremnek az üvegén keresztül az emberek láttak, meg a futófény meg volt, hogy nem volt homályos, és az ki tudta exponálni, nem is az, hogy ki exponáltam, hogy össze tudta rakni. Ez a készülék, ez 150 000 forinttal kerül per pillanat kevesebb pénzbe, mint az iPhone 10, és hát az éjszakai fotózásban körülbelül 10-szer jobb, mint az iPhone 10, de nincs miről beszélni tényleg, tehát ezzel, amit meg tudok fotózni, ezt iPhone-t elő se veszem. Szóval ilyen szempontból bajba vagyok, más szempontból viszont, hogyha azt mondanám, hogy miben fejlődhetne ez a készülék, és mi az, amiben szerintem nem annyira jó, az az, hogy túl sokat akar tudni. Egyszerűen ez, hogy ki kell tartani a képet, kicsit sokáig kell kitartani, én hamarabb leengedni, már figyelni kell rá. Nyilván meg lehet szokni, de nagyon sokszor volt az, hogy hamarabb leengedtem a kamerát, mint hogy kellett volna, és ezért nem tudtam megcsinálni rendesen a képet. Túl sok beállítási lehetőség van. Ez, hogy felismeri a növényzetet, a tájat, a naplementét, ez tök jó, de hogy alapvetően kikapcsoltam. Tehát egy idő után kikapcsoltam, és sokkal jobban jártunk úgy, hogy nem volt ez bekapcsolva. Van olyan például, hogy a kékeket ismeri fel, hogy az a domináns a képen, és utána meg átvált naplementére, és akkor nem tudja eldönteni, vagy esetleg a növényzetre, hogyha van egy fa, és hogy ez inkább zavaró volt szerintem. Viszont, hogyha ezt kicsit tovább fejlesztik, tehát a következő verzió kijön, az brutális lehet, és egyébként erre is azt mondom, hogy
hogy az egyik legjobb most a mezőnyben, és még valamit elfelejtettem, hogy a 40 megapixel, ez ugye nem azért jó, mert a sok megapixeltől lesz jó a kép, hanem alapbeállításban a 40 megapixelből 10-et csinál. És a 40 megapixel adatból, tehát a sok-sok pixelből csinál 10 megapixelnyit, és ettől lesz, tulajdonképpen jobb lesz a kép, kevesebb zaj lesz benne, van adat, amiből dolgozhat, tehát ezért jó, hogy egy hatalmas érzékelő van benne, amik nagyon jó a fényérzékenysége, tényleg le a kalappal. Hát nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek itt a csodálatos Budapesten és izzadva a 32 fokos melegben. Hogyha tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek YouTube-on, kövessetek Instagramon, hatalmas köszönet a Patreon támogatóinak és a hírkeresőnek, és a következő epizódig sziasztok, viszlát, ciao. Ez volt a Huawei P20 Pro. Várján, de jó, most itt nem menjek hátrébb. Nem tudom. Hát, most majd megöltem magam. Roland, szólhattál volna, hogy így nincs mögöttem semmi. Ebben több a fán. Nem is. Volt, nem lett volna vicces, hogy elmondám a konklúziót, hogy milyen a készülék, mennyire jó, mit lehetne fejleszteni, hogy megölöm magam előtte. Érted, legalább, hogyha elmondom, akkor utána megvágod a videót, jó, és akkor tiéd, érted. Na jó, akkor menjünk hátrébb, és akkor biztonságosabb lesz.